Sziasztok, kedves gyógynövényes barátaim! A mai videóban arról lesz szó, hogy milyen hőmérsékletű folyadékokat fogyasszunk a hőségriadós napokon. Tartsatok velem! A meleg nyári napokon biztos, hogy ti is elgondolkoztatok már azon, hogy vajon miért isznak keleten vagy délebbre tőlünk forró, meleg teát nyáron. Mikor folyton azt látjuk a reklámokból, mindenhol jön velünk szembe, ilyen jéghideg üdítők és mindenféle olyan ital, ami hideg. És vajon most tényleg hideget jó inni, vagy meleget kellene innunk? És ennek utána jártam, mint ahogy gyanítom, hogy gondoljátok, de valóban a meleg italnak a fogyasztása az, ami ajánlott ilyen meleg nyári napokon, mint amilyen ez a mai nap is. Nem arra gondolok, hogy 100 fokos italt, teát kellene innotok, de kutatások szerint egy 50-57 fokos hőmérsékletű ital az, ami a legjobban tudja oltani a szomjat. De hogy miért van ez? Hát azért, mert hogy a szervezetünk, mikor bekerül a meleg ital a szervezetünkbe, akkor úgy reagál rá, hogy belülről valamilyen meleg folyadék érkezett, és akkor elkezd izzadságot termelni azért, hogy hűtse a testünket. Ugye az izzadás az, amivel tulajdonképpen a testünk egyedül tud a hőmérsékletünkön változtatni, tehát nagyon fontos az, hogy tudjunk izzadni. Nem kell megijedni az izzadságtól. Ez nem az az izzadság, amikor futsz egy órát, vagy kardioedzést, vagy jogázol, vagy bármilyen edzést tartasz, vagy csinálsz, és akkor hát ne jöjjön senki a közeledbe. Ez a nyári izzadás, ez más, ez tényleg azt szolgálja, hogy hűtse a testünket. Tehát nagyon fontos az, hogy izzadjunk. És de hogyha félsz attól, hogy izzadsz, és esetleg kellemetlen testszagod lesz, akkor érdemes elgondolkozni azon is, hogy egy méregtelenítő kúrát ideje lenne beiktatni az életedbe, mert az izzadság szaga az nagyon árulkodó tud lenni egyébként, úgyhogy ezen is érdemes elgondolkozni, de ez nem a mai videónak a témája. Szóval, hogy az a lényeg, hogy 50-57 fok körüli hőmérsékletű italokat érdemes fogyasztani, tehát semmiféleképpen sem jéghideg, üdítőket, szörpöket, vagy bármi mást, mert a szervezet ezt nem fogja hűtésként felhasználni. Oké, hogy belülről hirtelen kap a szervezet egy sokkot, de mivel, hogy ugye túl nagy a különbség, ezért ráadásul el fog kezdeni még jobban fűteni is a szervezetet, hogyha belülről kap egy nagyon nagy hideg zuhanyt. Tehát érdemes inkább egy langyosabb italt választani. De hogy mit is ígyunk pontosan? A cukros üdítők, vagy bármilyen energia van, arra a szervezet úgy reagál, hogy azt el kell kezdeni emészteni, tehát megint hőt fog termelni, mert ugye az minden emésztéshez a gyomor tüze szükséges, tehát tüzet fog termelni a szervezet, tehát még inkább elkezdi melegíteni a testedet, hogyha valamilyen energiát is beviszel, tehát legyen az például cukor formájában. Tehát ez sem annyira ajánlott. A legjobb az, hogyha valamilyen gyógynövényből készült teát, vagy pedig vizet, langyos vizet iszol, tiszta vizet. Ha forrásvízhez jutsz, akkor is ezt érdemes megmelegíteni, vagy legalább kitenni a napra, a pillanatok alatt 30 fok körülre fel fog melegedni. Jó, annyira nem, de hogy azért egy ilyen jó kis langyos vizet fogsz kapni. De ha mondjuk a kocsiba benn marad a kulacsod, akkor meg még melegebbet.
Szóval, hogy fel tudod melegíteni nagyon gyorsan, de az a lényeg, hogy ne legyen benne szénhidrát ezekbe a folyadékokba. Tehát vagy tiszta víz, vagy pedig gyógynövény. De hogy milyen gyógynövényt válasz? Első és legfontosabb hűtő hatású gyógynövényünk az a menta. Most általánosságban fogok a mentáról beszélni, nem külön a fodormentáról, borsmentáról, stb., hanem most tényleg csak így általánosan a mentákban, mert mindegyik mentának van egy hűtő hatása. Ugye a szél elem, a levegő elem uralja a mentát, és ezáltal képes hűteni a testünket. Egy langyos mentatea, az nagyon-nagyon-nagyon jó lesz hűtő folyadéknak, amit érdemes elfogyasztani. Aztán ezen kívül például, hogyha nem csak gyógynövényben gondolkozunk, de egy jó uborkás víz, az uborka is hűti a szervezetet. Vagy hogyha egy picit ilyen gyümölcsösebb teára vágyunk, akkor egy jó hibiszkuszból készült tea nagyon-nagyon nagyon finom is, és nagyon jól fogja hűteni a szervezetünket. Tehát válogatni tudsz, hogyha az ízek közt, hogyha nem szeretnél csak sima, natúr vizet inni, mert én sokszor vagyok, mert főleg nyár vége felé úgy, hogy hát már valami mást is innék, nem csak vizet, és akkor nagyon finom teákat tudsz készíteni, akár keverékeket is. Térjünk még kicsit vissza a mentákra. Ha a menták közül választani kellene egyet, akkor inkább a fodormentát ajánlom, mert annak nincsen egyáltalán melegítő hatása, az csak hűtő hatású, míg a borsmenta az tud azért fűtő hatású is lenni, tehát télen is jó borsos mentát fogyasztani. Ha a borsos mentát melegen fogyasztjuk, akkor enyhe izzasztó hatása is van, tehát ebből is látszik, hogy bekapcsol a szervezetnek a hűtő funkciója, és fogja kell csillapítani a hőérzet. A fodormenta viszont minden formájába, tehát akár hidegen is, akár, de a hideget ezt inkább egy szoba hőmérsékletre értem, nem olyan hideg, hogy a hűtőből kivetszed és megiszod, tehát nem ilyen hidegre gondolok, nem egy szobahőmérsékletű hidegségre, úgyis hűtő hatása lesz. Míg tehát a borsmenta azt tud hűteni és fűteni, a fodormenta pedig csak hűsítő hatású, akár langyos, akár meleg formájában. Tehát ezért, hogyha fodormentád van otthon, akkor nyugodtan készíts belőle egy forrázatot, csinálj belőle egy teát, és akkor már is kortyolhatod. És hogyha mondjuk az emésztéseddel gond van, akkor is nyugodtan fordulhatsz ezekhez a gyógynövényekhez, mert ugye mindegyiknek van egy emésztésserkentő, felfúvódást csökkentő hatása, úgyhogy nyugodtan, bátran fogyaszd őket. Azért is, mert hogy ha például felfúvódás van a szervezetben, az azért van, mert hogy kevés a éltető tűz az emésztéshez, és ezért kell bevinni egy kis olyan élelmiszereket, amik segítik az emésztést, és ezért is van például az, hogy keleten nagyon sok csípős ízt esznek az emberek, minden étkezésnél van csípős íz, úgy, mint mind az öt íz jelen van általában az étkezésnél, de nyáron, nagy melegben a csípős íz az még inkább, mert ugye az is fokozni fogja az izzadást, tehát bekapcsol a szervezet hűtő hatása, illetve ugye az emésztés tüzét is fölperzseli, és könnyebben meg fogják tudni emészteni az ételeket, mert ugye tűzenergiát visznek be, és akkor viszont nem fog pangani a gyomrukba az étel, és nem okoz semmilyen emésztési problémát. Tehát ezért nagyon fontos, hogy levegőelemet, ugye az élteti a tűzelemet, bevigyünk, illetve tűzelemet is. Tehát ez a kettő fogja segíteni a testet hűtését.
Még egy személyes tapasztalatot szeretnék veletek megosztani, így a testünk, vagy a testem hőmérsékletének csökkentésével. Úgy azt vettem észre, hogy ha elkezdek szitkozódni, meg rosszul érezni magam a melegtől, tehát elkezdem mondani, hogy jaj, miért van ilyen meleg, már megint ilyen meleg van, mikor lesz már vége ennek a hőségnek, vagy mikor mehetek már végre csobbanni a vízbe, vagy bármi ilyesmi gondolat elkezd bennem följönni, akkor sokkal, de sokkal nehezebben bírom a meleget, és kellemetlenebb érzés. Tehát azt tanácsolom nektek, hogy minél inkább próbáljátok meg elfogadni azt, hogy most nyár van, és ez a természet rendje, hogy nyáron meleg van, még ha nagyon meleg van is, annak tudjuk az okait, és hogy miért van így, hiszen a természet mindig csak reagál a környezetre, tehát mindig pontosan úgy működik, és pontosan olyan időjárás van, amilyennek kell lennie. Ha esik az eső, akkor esik, ha 40 fok van, akkor 40 fok van, szóval, hogy mindig igyekezzünk elfogadni azt, amilyen időjárás éppen van, mert sokkal könnyebb lesz valahogy így megélni a napokat, és átvészelni még ezeket a tényleg hőségriadós napokat is. Úgyhogy azt tanácsolom nektek, hogy fogadjátok el az időjárást, és ez is el fog múlni, ez a nagy hőség. Szóval a hőérzetünk is a tudatunkban dől el, úgy, mint minden más az életünkbe. Tehát, hogyha mi eldöntjük azt, hogy bírjuk a hőséget, és nem szenvedünk tőle, akkor nem is fogunk annyira szenvedni tőle, mintha elkezdünk rajta szenvedni. Remélem, hogy hasznos volt nektek ez a videó, és ha tetszett a tartalma, akkor iratkozzatok itt lent föl a csatornámra, és nézzétek meg az eddigi többi videót is, meg várlak titeket a következőnél is. Sziasztok!